Június 15-e a beadási határideje azon regisztrációs pályázatnak, melyet az Észak-Magyarországi Területfejlesztési Tanács írt ki az elmúlt év végén. Ezen kiírásra csak is azon települések önkormányzatai nyújthatják be pályázataikat, melyeket árvíz is sújtott. Miután Sátoraljaújhelyt az elmúlt évben háromszor is elöntötte a víz, indulhat a pályázaton, melyet meg is tesz a város önkormányzata. Most pályázatot tudunk benyújtani a központi óvoda felújítására 51 néhány millió forint értékben. Ez a nyilazárók cseréjét, részlegesen szigetelést és tetőtér képítését is magában foglalhatja, és a csapadékvíz elvezetését is. A Dianna és a Bem utcák szakaszos felújítására és csapadékvíz elvezetésére is sor kerülne, sőt a Dózsa-György utcánál is egy átkötéssel egy sokkal gyorsabb csapadékvíz elvezetés történhetne. Az árvízkárok részleges helyreállítására irányuló pályázat és az ebből megvalósuló beruházások összértéke 150 millió forint lenne, amennyiben a város önkormányzatának pályázatát siker koronázza. Utak. Egy Dózsa-György utcai szakaszon a Herukontól egy járda, és a csapadékvízelvezetések nem kis területen megújulnak, illetve elkészülnek, és nem utolsó sorban, ha nyer a pályázat, mert ezt mindig hozzá kell tenni egy beadandó, elkészítendő pályázat esetében, ha nyer a pályázat, akkor a központi óvoda is, ha nem is olyan tempóval és nem is olyan ütemben, ahogy mi ezt korábban szerettük volna, de mindenképpen megújulhat. Miután a pályázat beadási határidejéig már csak szűk másfél hónap van hátra, Sátoraljaújhely önkormányzatának gyorsan kell dolgoznia, hogy minden a pályázathoz szükséges dokumentum elkészüljön. A beadási határidő bizony június 15-e, tehát igyekezzünk el a tervezéssel és az engedélyezéssel is, mert bizony ez olyan határidő, amit túllépni nem lehet. Hiánypótolni igen, tehát ha valamit még nem tudtunk mellé tenni, azt meg lehet tenni, hogy később csatoljuk. A pályázat törzsét viszont június 15-ig mindenféleképpen be kell nyújtani az önkormányzatnak.